Here's some advice when visiting Budapest. Look up. I mean way up. Tényleg, hogy az ember sétál Budapesten, a legtöbb nagyon fontos és szép épület homokzatán vagy a tetején megtalálható. Hát Budapest szerepel a legszebb városok listáján. This Great Big Story was made possible by Budapest, Spice of Europe. Budapest is bursting with architecture, and some of these very buildings are topped with these special tiles. All thanks to one Hungarian company. Örömmel üdvözlöm Önöket itt a Zsolnai gyárban. Én Komor István vagyok, a Zsolnai Kulturális Negyed üzemeltetési igazgatója. The company has been making building tiles for over 150 years. De már viszonylag tevékenységük elején, tehát a 60-as évek végén már megjelent az épületkerámia. A Zsolnai gyár a petényi anyagot használta fel. Petény az nem messze van innen. A gyárban most már azért van egy elektromos berendezés. A korabeli kemencék azok széntüzelésűek voltak. Biztosítottok mindenkit, hogy a minőség most is ugyanolyan, mint amilyen 100 évvel ezelőtt volt. Budapest's skyline became full of bright and colorful roofs during the architectural boom. Buildings like the Museum of Applied Arts, built in 1896, the State Geological Institute, topped with its bright blue tiles, followed by the St. Laszlo Church, and of course, the famous Great Market Hall. Amikor az épület kerámia gyártás dinamikusabban kezdett el fejlődni, akkor az egyik ilyen nagyon nagy megrendelés épp a Schulek Frigyes által akkor épített Mátyás templom volt. 5 vasúti vagonnyi tetőcserepet szállítottak az építkezésre, és ugye ez volt az akkori időszaknak az egyik legnagyobb megrendelése. Today, Zsolnai still manufactures the tiles on order. So next time you're in Budapest, why don't you look up and see what the birds see?